Érden a Török-Bálinti úton egy régóta várt beruházást kezdtek meg most a Török-Bálinti úton. Mi történik itt pontosan, és milyen forrásból valósul meg? Ez 2012-13-ban merült fel ez az ötlet, hogy a Török-Bálinti útnak ezt a szakaszát teljesen meg kell újítani. Ugye egyre nagyobb a forgalom Budapest irányába, Török-Bálint előtt van egy följáró az M7-esre, amit nemrégen építettünk, egy 5-8 éve, és ugye ez oda vonza magához a forgalmat természetesen. És ez a Török-Bálinti út, ez egy kétsávos autóút volt, semmi több, tehát se járda nem volt mellette, se lehetőség, hogy akár járdát kiépítsünk, mert ez olyan, mintha egy szakadékot ívelne át az út. És ennek a szélesítése, ennek a bővítése volt, mondom már 2013-ban fölmerült a javaslat, ötlet. Először pénz nem volt, utána a jogi feltételeket kellett igazítani, majd amikor a Modern Városok program elindult 2015-ben, akkor már látszott, hogy ez a pénz is tudja biztosítani, illetve a jogi helyzet is tisztázódott, ez állami út, ebben az akkori NIF-nek volt joga tervezni, kivitelezni, építeni. Közösen megpályáztuk természetesen ezt a lehetőséget, együtt terveztettük meg konzorciumban a NIF-fel az útnak a változásait, tehát lent az alsó körforgalmat, amit már átadtak, illetve ez a szakasz a Tiszafa utcától egészen az Iparos utcáig a Bemtéri, lényegében a Bemtéri körforgalomig tart, ennek a szakasznak a teljes felújítását, és közben ennek a idézőjelbe tett viaduknak a kiszélesítését, így járdával, az északi oldalon egy járdával való ellátását, és mind a két oldalon 3,5-3 méterrel meg fog szélesedni az út, sokkal kényelmesebb lesz, nagyobb áteresztő képességű. Fönt a Folyondár utca, Szövő utca, Török-Bálinti út kereszteződésében ott lesz egy lámpás irányítás, forgalomirányítás, ami lehetővé teszi, hogy balesetveszély nélkül lehessen fölhajtani a Török-Bálinti útra, hiszen reggelente azért irtózatos a forgalom, ugye lefele, nagyon nehéz a keresztutcákból egyáltalán kihajtani, beilleszkedni a forgalomba, ezt fogja majd segíteni, ezt a beilleszkedést segíti majd a lámpás kereszteződés, és mind a két oldalon, Szövő utcai oldalon is lesz egy kiszélesítése a balra kanyarodó forgalomnak, hogy azt ne tartsa föl az egyenesen haladó, illetve a jobbra kanyarodó Török-Bálint felé menő utasokat, illetve autósokat, valamint a Folyondár utcai oldalon is lesz egy balra kanyarodó sávnak megfelelő hely, és ezért sokkal gyorsabb és sokkal nagyobb áteresztő képessége lesz ennek a lámpás kereszteződésnek. Ez egy nagyon jó példa arra, hogy egy közmű beruházás az nem olyan, hogy fölmerül a testületi ülésen, és akkor másnap már ki is szalad a munkás, és építi, és hozza helyre a dolgokat, amik hibások, hanem azt jelenti, hogy nagyon ki kell találni. 13-tól lényegében 10 év kellett ahhoz, hogy magából az eredeti javaslatból, elképzelésből egyrészt terv legyen, másrészt meg legyen hozzá a kivitelezéshez szükséges forrás, harmadrészt meg legyen az a kapacitás a jogi herce-hurca mellett, ugye, mert itt azért sok közművet ki kell váltani, vizet ki kell váltani, csatornát ki kell váltani, sorolhatnám, hogy mi van, végig meg lesz csinálva egyébként a Bemtéri, a Török-Bálinti út, úgyhogy ez az 1 milliárd forint, ez nagyon jó helyre, az érdi parkvárosi lakosok érdekében lesz elköltve a közeljövőbe. Tervek szerint novemberre lesz készen ez az egész útszakasz, és nagyon reméljük, hogy ugyanolyan jól fog majd fungálni, mint amikor a Bemtéren, a Bemtér fölötti környezetben, ugye az Interspár környékén megépítettük, az is egy NIF-es feladat volt, és az M7-esre való fölhajtás segítsége, az áruházba való bejutásnak a lehetősége, ott is teljesen megújult a forgalom, teljesen megújult a közlekedési kultúra is, hisz mindenütt lámpás kereszteződésekkel, rendes gyalogos átkelőhelyekkel, mint ahogy itt is négy gyalogos átkelőhely fog majd épülni, tehát egy teljesen kultúrált, megbízható és biztonságos közlekedésnek adunk lehetőséget és teret. A gyalogosok közlekedését segíti majd zebra is esetleg más utcáknál? Négy zebra is lesz, tehát fönt kettő a közlekedési lámpáknál, ott természetesen meg lesznek. Tiszafa utca, Takács utca kereszteződésben szintén lesz gyalogos átkelőhely, és még följebb a Török-Bálint úton megyünk a Bemtér felé, ott is lesz még két gyalog átkelőhely, tehát a gyalogosoknak is biztonságos átkelést fog biztosítani ez az útfelújítás.
a teljes Török-Bálinti út befejeződik novemberig? Ez az ígéret, természetesen most még az időjárás megfelelő. Van is egy olyan jogszabály, hogy ugye amikor 5 fok alá csökken az átlaghőmérséklet, a napi átlaghőmérséklet, akkor már utat építeni csak külön engedéllyel, meg külön technológiával lehet. Tehát ennek novemberig be kéne fejeződni, nagyon reméljük, hogy megoldódik, de én annak örülök, hogy csinálják. Tehát annak örülök, hogy meg tudtuk nyerni a Vekobból ezt a pénzt, annak örülök, hogy a NIF megterveztette velünk együtt közösen, majd pedig a NIF jogutódja, pedig a kivitelezés teljes erővel magára vállalva folytatja a munkát.